Újra hazai pályán a Nyíregyháza Spartacus, a hétközi győztes mérkőzés után ezúttal a dorog az ellenfél. A Nyíregyháza Spartacus van, Jova, Nagy József, Fodor, Pejovics, Forró, Motkó, Gulyás, Farkas, Kártik, Rezes és Hornyák a kezdőben, ez Zalán Spisják együttese. A dorogiaknál Szentpéteri, Erdélyi, Lusztus, Csató, Pap, Faragó, Lénárt, Nagyházi, Hegedűs, Berkó és Paudics, a szakmai igazgató Balogh Pál. Forró. Rezes, ez jó. És Hornyák gyorsabb, mint a védő. Hornyák, jöhet a beadás, jön is a labda, de már kint volt. Rezes, szépen ment tovább, és nincs les. Hornyák helyzetben, Hornyák kicsit hosszan tolta meg, és ez így szöglet. Jöhet az első sarokrúgás, 14. perc. Ott a fejes, és ott a gól! Rezes László góljával megszerzi a vezetést a Nyíregyháza Spartacus a 14. percben. Ez jó. Forró, vissza lövésre, Farkas, Farkas lő. Ki a bal lába az igazi, jobbal próbálkozott. Felpattanó labda, ott a fejes is jóval fogja meg. Farkas, megcsúsztatja és Hornyák alig maradt le. Hornyák, ez jó. Kapott egy hatalmasat, Motkó pedig megpróbálja megkerülni emberét, sikerül is. Kapott lefutnia, Motkó teszi középre és fogja a kapus. Rezes. Erősnek tűnik Motkó felé, de Motkó gyönyörű mozdulattal levette, és aztán kiharcol egy újabb szögletet. Gulyás beadása, jön a kapus, elüti a labdát. Farkas tenné vissza, ez még így jó lehet, olyannyira, hogy nincs is les. Fodor fejeli tovább, na kié lesz végül, ott a lövészet, gól! Rezes László! A 42. percben megszerzi a második gólt. Kaptogott a labda fent a levegőben. Rezes pedig ballal a kapuba helyezte. 1 lövés a 45. percben. És le is fújja az első félidőt. 2-0-ra vezet a Spartacus Rezes László 2 góljával. Ez lassan lövő helyzet, és elsuhant Nagyházi labdája. És jóval fogja meg Lénárt lövését. Rezes? Ajj! Ha meg tudta volna egy picit tolni Rezes László, akkor meg itt ajtóablak helyzet. Így viszont Rezes letámad, ütközött a kapussal. Jön a beadás. Kipattanó labda, ez pedig Súnyán fölé, Erdély próbálkozott. Jön a beadás, nem veszélytelen, lefejelt labda, valaki rúgja el. Fodor Ferenc lehetett volna az, ha nem rántják le. Jön tehát Hegedűs, kapura küldi, és jobb a hatalmas védése! Ott a lövőhelyzet, és jobb a megint! Nagy József. Jön a beadás, a Rezes. Ott a fejes, és majdnem összejön a harmadik Rezes Lászlónak. De visszaszerzi a labdát. Hornyák elől pedig kirúgják. Neke beadása. És nem úszta meg a Nyíregyháza. Kapott gól nélkül, Jova Levente dühöng. Jobbról érkezett a beadás, és érkezett Víg Ádám ott középen, és a léc alá lőtt kapásból. És a játékvezető lefújja. 2-1-re nyer a Nyíregyháza Spartacus.